térjünk át valóban a tudományra, és hát a célom az mai nap, hogy kicsit próbáljak a hálózatokról beszélni, és hát ez egy nagyon nagy téma, erről sokat lehet beszélni, és hát remélem, hogy még lesz előadás róla, de talán legelőször kezdjük azzal, hogy rögzítsük a fogalmakat. Például beszéljünk arról, hogy milyen hálózatokról szeretnénk beszélni, milyen hálózatokra gondolunk. És a hálózatok nagyon különböző formában jelennek meg körülöttünk. Az egyik nagyon ismert hálózat az maga az internet, amelyben számítógépek kapcsolódnak egymással kábeleken kezelő húzalakon keresztül, és hát lényegében egy ilyen digitális infrastruktúrát hoznak létre, aminek köszönhetőleg van e-mail, van Facebook, van elektronikus kommunikáció. Nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a társadalom számára ez a háló. De ugyanakkor van ennek egy másik vetülete, és pedig a társadalmi háló. Amit ezen a képen látunk, az nem más, mint a Facebook mögött található szociális vagy társadalmi háló, ahol az egyének, a Facebook felhasználók, a húzalok közöttük pedig arra utalnak, hogy ki kit ismer. És nyilvánvalóan nagyon nehéz 800 millió pontot összekötni a sok milliárd húzallal, amely közöttük van, de azért ez a kép végülis jellemzi azt, hogy mi történik ezen a világon. Rengeteg, nagyon sok, rengeteg lokális kapcsolat van az emberek között, a szomsz, tehát nagyjából helyi kapcsolat, és egy néhány nagyon hosszú távú kapcsolat, amely a kontinenseket összeköti. Na most ez a nagy kép. Nyilván mindnyájan része vagyunk egy óriási társadalmi hálónak, és a Facebook az, amelyik a legjobban megfogja pillanatnyilag ezt a hálót, a legpontosabban leírja. Viszont ez érdekes önmagában, lokálisan sokkal inkább számít ez. Ez egy gimnáziumban a szociális, a szerelmi és a szexuális háló, ahol két különböző csoportpont van, egy fiú és a lány, és ezt egy több éves, ezek 6 hónapon keresztül a kérdés az volt igazából, hogy az elmúlt 6 hónapban kivel volt baráti, illetve szexuális kapcsolata az egyénnek, és hát ez az eredmény. Ami meglepő benne az, hogy ez egy igenis egy elég sűrű hálót hoz létre, igaz-e? Tehát nem úgy néz ki, hogy itt vannak a párok és annyi, hanem igenis van egy nagy klaszter ottan középen, az látható, és van egy néhány izoláltabb dolog, alig van izolált csomópont, tehát végülis az nem lehetséges, igaz? És akkor, tehát ez az igazi, amelyiket valamilyen módon sokkal közelebb áll hozzánk, ez az, amit látunk, amit valami nap mint nap érzékelünk. És akkor van egy háló, ami épp annyira fontos számunkra, mint ez, de soha nem gondolunk rá, és pedig a sejtjeinken belül található háló. Ahogy a gének egymással összekapcsolódnak. Az életnek az alapja az, hogy ezek a gének nem egymástól függetlenül léteznek a sejtjeinkben, hanem egymással kölcsönhatnak, és lényegében ezt nevezünk életnek. A kölcsönhatás az a dinamikát a rendszernek, és ebben a hálóban van valahol elrejtve annak a lehetősége, hogy meggyógyítsuk a rákot, illetve különböző betegséget, valamint ennek a hálónak az összeomlása felelős a különböző betegségekért. Tehát ezeken a példákon keresztül, amit akartam végül is illusztrálni, az az, hogy nagyon különböző formában jelennek meg a hálók magunk körül. Egyesek nyilvánvalóan láthatók, mások sokkal fiktívebbek, és mások meg soha nem láthatók igazából szabad szemmel, nem észlelhetők, hanem speciális eszközökre van szükség, hogy felmérjük őket. Na most az egyik fontos kérdés, ami felmerül, az az, hogy hogyan írjuk le ezeket a hihetetlenül bonyolult hálókat. Ugyanis nagyon különböznek egymásról. Egyesekben a csomópontok egyének, másokban molekulák. Harmadikban pedig routerek, vagy számítógépek. És lényegében hogyan lehet ezeket a nagyon különböző rendszereket leírni egy egységes matematikai elmélettel? Na most érdekes módon az első jelentős munka hálózatokról az két magyar matematikusnak a tollából született, és pedig lenne az Erdősnek és a Rényinek a tollából, akik az 1950-es évek végén azt mondták, hogy valójában egy matematikus számára első körben egy háló az egy nagyon egyszerű objektum. Ugyanis az nem más, mint csomópontok összekötve húzalokkal, tehát egy gráf. De ugyanakkor azt is beismerték a legelső cikkükben, hogy nagyon nehéz egy matematikusnak eldönteni, hogy pontosan hogyan vannak a húzalok elhelyezve ezekben a különböző hálókban. És azt mondták, hogy feltételezzük, hogy ezek a hálók véletlenszerűen vannak összerakva. Mert elég véletlenszerűnek tűnnek, hogyha ránézünk első rálátásra. Ami azt jelenti, hogy válasszunk ki minden csomópont párt a hálóban, és egy bizonyos valószínűséggel kössük össze őket.
ezt nevezzük véletlen hálónak, és hogyha ezt megcsináljuk minden egyes párra, akkor lényegében egy ilyen kis hálót fogunk kapni. Egyes csomópontok között van húzal, mások között nincsen, ugyanis lényegében a kockadobás döntötte el, hogy össze van-e két csomópont kötve, vagy nincs. Na most, a kérdés az, hogy mi az, amit ez a egyszerű modell mondott nekünk a valódi hálókról. És hogy ezt megértsük, a legegyszerűbb az, hogy megnézzük, hogy hogyan változik a hálónak a struktúrája akkor, hogyha a P valószínűséget változtatjuk. Tehát annak a valószínűséget, hogy két csomópont össze van kötve vagy nincs, változtatjuk. Tehát induljunk ki abban az állapotból, amikor a csomópontok nincsenek összekötve egyáltalán, tehát P egyenlő nullával. És akkor kezdjük növelni a P-t, ami azt jelenti, hogy néhány húzalt dobunk be a rendszerbe, kezdjük összekötni véletlenszerűen a csomópontokat. Nyilvánvalóan kis P esetén csak egy néhány csomópontpár van összekötve, de ahogy a P-t növeljük, kezdnek megjelenni ilyen kis klaszterek, majd ezek a kis klaszterek egyre nagyobbakká válnak, és ami az erdősnek és a rénnek a legfontosabb felfedezése az volt, hogy van egy kritikus P-érték, amikor hirtelen megjelenik a háló. Tehát az ők állításuk az volt, hogy a hálónak a megjelenése az nem egy folyamatos dolog, amiben egyre nagyobb a P, annál nagyobb hálót fogunk látni, hanem egy bizonyos P értékekre nincsen hálós, mikor elérjük a kritikus pontot, akkor hirtelen megjelenik egy háló, és utána az egyre sűrűbbé, egyre gazdagabbá válik. Tehát ez volt alapvetően az a kép, amit Erdős és Rényi elénk vetített, és lényegében ez a kép meghatározta a házatokról való gondolkodás körülbelül 40 éven keresztül. Óriási hatása volt, nagyon sok matematikai eszköz, amit manapság használunk a hálózat elméletben, lényegében visszavezethető az Erdősnek és a Rényinek a munkásságára. Mind a mellett, amiről meg szeretnék ma mindenki győzni, az az, hogy az Erdősnek és a Rényinek a modellje matematikailag szörnyen izgalmas, de semmi köze a valódi hálókhoz. A valódi hálók nagyon másként néznek ki, és pontosan az a célunk, hogy megértsük, hogy miben mások, és hogy mit jelent ez a másság lényegében, mit tanulunk a valódi rendszereken ezen keresztül. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miben különbözik az Erdősnek és a Rényinek az elmélete a valóságtól, nézzük meg egy néhány jóslatát ennek az elméletnek, és különösen most azt a kérdést fogom feltenni, hogy hány húzala van egy csomópont. Na most ez egy kényes kérdés, ugyanis mi véletlenszerűen döntöttük el, hogy egy csomópontnak hány húzala legyen, igaz, hogy ki kivel kapcsolódik. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy minden csomópontnak 5 húzala van, hanem egy eloszlásfüggvényt kapunk. Vagyis van olyan csomópont, amely nagyon szerencsés volt, és például ez 4 húzalat szedett össze. Ez kevésbé volt szerencsés, csak egyetlen egy húzala van, és elképzelhető, hogy van olyan csomópont, akinek abszolút nem volt szerencséje, és egyetlen húzala se lesz ebben az állapotban. Na most ezt a különbözőséget a csomópontok között lényegében egy eloszlás függvényel szoktuk elemezni, ami a húzalszám eloszlását adja meg, vagyis megadja annak a valószínűségét, hogy egy húzalnak 1, 2, 10, vagy egy csomópontnak 1, 2, 10, vagy 1000 húzala lenne. És amit az Erdős és a Rényi és valamint az ők diákjaik bebizonyítottak, azt hiszem pontosan Bolobás Béla volt, aki ezt megmutatta, hogy ez az eloszlás függvény egy Poisson eloszlás követ. Na most mit jelent ez? Képzeljük el azt, hogy a társadalom valóban véletlenszerűen szerveződik. Tehát találkozunk emberekkel, és bizonyos valószínűséggel összebarátkozunk, vagy nem az illetővel. Igaz-e? Valaki jön a jobb oldalon, valaki jön a bal oldalon. Kérdés az, hogy mikor kisétáltak a teremből, barátok lesztek-e, vagy nem. Ez nagyon sok mindentől függ, rengeteg véletlen faktor van ebben. Tehát elképzelhető az, hogy a társadalom valóban egy véletlen hálóként néz ki. Na most, az a tény, hogy ez egy Poisson eloszlás követ, annak van egy nagyon pontos jóslása a társadalommal kapcsolatban. Ugyanis azt mondja, hogy a Poisson eloszlásnak van egy nagyon jól meghatározott csúcsa az átlag fokszág körül, és utána exponenciálisan lecseng. Ami azt jelenti, hogy legtöbb csomópontnak körülbelül egyforma számú húzala lesz, és nagyon nehéz lesz olyan csomópontokat találni, akinek sokkal több húzala van, mint az átlagnak, vagy sokkal kevesebb húzala van, mint az átlagnak. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a társadalomban legtöbb egyénnek körülbelül ugyanolyan számú barátja lesz, és nem lesznek olyan, akik hihetetlenül népszerűek, vagy akik valamilyen módon ki vannak felejtve, és nincsenek barátjaik. Na most ez a jóslat nagyon-nagyon extrém az Erdős és a Rényi modell esetében,
Például a szociológusok megmutatták, hogy tipikusan egy átlag embernek körülbelül 1000 ismerőse van. Ismerős az, akit úgymond keresztnéven merünk szólítani, tehát annyira jól ismerjük, és az élete során körülbelül ennyit szed össze, néha többet, néha kevesebb. Ha a társadalom egy valóban véletlen háló lenne, amelynek az átlag húzalajnak a száma 1000 volna, akkor a legtöbb ismerőssel rendelkező egyénnek körülbelül 1180 barátja lenne, és a legkevesebbnek valami 850 körül mozogna. Tehát lényegében nagyon pici lenne a különbség közöttünk. Tehát mindnyájan körülbelül olyan számú baráttal rendelkezünk, és ez nyilvánvalóan nem igaz. Akár milyen társadalomban élünk, akár milyen közösségben élünk, tudjuk, hogy van egy néhány embernek rengeteg ismerőse van, akár a pozíciójának, akár a személyiségének köszönhetően, és másoknak sokkal kevesebb. De végül is nem csak ez a kérdés, hogy valóban ez a görbe jól leírja a társadalmat, hanem van egy nagyon mély filozófiai kérdés. Ugyanis az, hogy valóban elhisszük-e azt, hogy a társadalom valójában véletlen. Tehát, hogy véletlenszerűen szerveződik. És intuitíve mondhatjuk azt, hogy ez valószínű nem így van, ugyanis az a tény, hogy ennyi ember próbál gyúródni ebbe a terembe, ez arra utal, hogy vannak szervező erők a társadalomban, amelyek során hasonló érdeklődésű egyének összegyűlnek. Templomokban, iskolákban, egyetemekben, különböző közösségekben. És ezek már eleve a véletlentől való eltérésnek a következményei. Tehát kell, hogy legyen a rend a társadalomban. Ha van rend a társadalomban, van belső szervezőerő, akkor ez valamilyen módon meg kell, hogy jelenjen a hálóban is, amely leírja azt, hogy kit ismer. Na most, mikor mi erről a kérdésről kezdtünk gondolkozni, akkor az egyik fontos célunk az volt, hogy ne csak modelleket gyártsunk, hanem kezdünk valódi adatokat gyűjteni arról, hogy hogyan néznek ki a valódi hálók. Ugyanis számunkra ott állt az Erdős és a Rényinek a példája, akik tényleg matematikailag közelítették meg a kérdést, gyönyörű elméletet alkottak, de nem volt lehetőségük összehasonlítani a valósággal, mert nem voltak térképek. Tehát a kihívás számunkra az volt, hogy készítsünk térképet. Mérjük fel, hogy kit ismer, mérjük fel, hogy hogyan néznek ki a valódi hálók. Na most szerettük volna ezt a társadalmi hálókkal kezdeni, de akkor még nem volt Facebook. Tehát igazából egy olyan hálót próbáltunk keresni, amely tényleg explicite, nagyon konkrétan feltérképezhető, és ez számunkra a világháló volt. Ugyanis a világháló egy, amint a neve mondja, az egy háló, amelynek a csomópontjai a dokumentumok, amelyek a világhálón találhatók, és a húzalok, ezek azok a kapcsolók, amelyek egy kattintással egyik oldalról a másikra át lehet menni. Na most ez egy nagyon nagy háló, a legújabb mérések szerint több mint egy trillió, az mi lenne, ez magyarul is trillió? Az egy billió lenne magyarul? Na mindegy, nagyon sok csomópontja van. és azért érdekes számunkra, mert konkrétan feltérképezhető, tehát nyilvános, ami azt jelenti, hogy el lehet indulni bármely weboldalról, és meg lehet egyszerűen számolni akár kézzel is, hogy hány különböző helyre lehet menni onnan, hány húzal van onnan, akkor el lehet menni a következő oldalra, meg lehet nézni, onnan hány felé lehet menni, és végül fel lehet készíteni egy ilyen lokális térképet a világhálóról. Hogyha ezt így kézzel csináljuk, ez egy szörnyen unalmas feladat, ezt lehet automatizálni, ez a program, amit készítünk ahhoz, hogy ezt automatizáljuk, ez lényegében nem más, mint amit a Google is futtat nap, mint nap a saját rendszeremet, amelyet fölméri a világhálót, és lényegében az információt összegyűjti. Egy ilyen mérésnek az eredménye egy ilyenszerű térkép, amelyben a csomópontok lényegében az oldalak és a húzalok azt adják, hogy hova lehet menni egy kattintással. Na most, a kérdés az, hogy milyen háló lehet ez a világháló. Tehát mi úgy képzeltük, hogy azért van egy óriási véletlenszerűség a világhálóban, ugyanis minden csomópontnak van egy úgynevezett tulajdonosa, a csomóponton található húzalok, azok valamilyen módon a tulajdonosnak az érdeklődési körét vetítik le, és lényegében annyi különbség van közöttünk, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a csomópont erre fog mutatni, mert hát lényegében a különbségek miatt lényegében jósolhatatlanná válik, hogy kikire fog mutatni. Tehát, hogyha valóban véletlen ez a háló, akkor a húzaloknak a száma oldalanként egy ilyen Poisson eloszlás kéne kövessen, mint amit az Erdős és a Rényinek a munkássága jósolt. Viszont, mikor valóban megmértük, hogy hány húzal mutat egy bizonyos oldalra, akkor ez az eloszlás függvény inkább egy úgynevezett hatvány függvény követ,
És ami azt jelenti, hogy úgynevezett log-log skálán ábrázoljuk ezt az eloszlásfüggvényt, amit itt csinálunk jobb alsó sarokban, akkor a mérési adatok azok egy többé-kevésbé egyenesen helyezkednek el. Na most mit jelent ez? Ez lényegében azt jelenti, hogy ez a háló nagyon másként néz ki, mint a véletlen háló, és hogy ezt illusztrálja, mutatok egy ilyen vizuális képet. Egy véletlen háló vizuálisan nagyon úgy néz ki, mint pedig fel az Európának vagy az Egyesült Államoknak az autópálya térképe, ahol a csomópontok a városok és a húzalok pedig azt adják, hogy melyik városból hova lehet, tehát milyen autópályák kötik őket össze egyenesben. Na most ez nem egy teljesen véletlen háló, ez úgynevezett síkban definiált háló, viszont olyan szempontból hasonlít a véletlen hálókhoz, hogy legtöbb városnak körülbelül 1-2-3 autópályája van, nincsen olyan város, amelyik 200 autópályával rendelkezne, és nincs olyan város, amelyikben lenne legalább egy nagy autópálya, meg összekötni egyébben, hogyha nagy város a többi városa. Tehát ez egy elég egyenletes háló, körülbelül az autópályáknak a száma nagyon összemérhető a különböző városokban. Viszont ez a hatványfüggvény eloszlás, amit a világhálón találtunk, ez vizuálisan sokkal közelebb a repülőtérképekhez, ahol a csomópontok a repülőterek, és a húzalok azt mondják, hogy honnan, hova lehet repülni átszállás nélkül. És ami látható, hogy a különbség a kettő között az, hogy a repülőtérkép hálón van rengeteg kis repülőtér, és van egy néhány nagy repülőtér, és lényegében bárhonnan indulunk, be lehet szállni, be lehet repülni direktben ezekben a nagy repülőterekben. Ilyen Amerikában a chicagói repülőtér, a New Yorki repülőterek, az Atlanta, Európában ilyen London, Frankfurt, München, Zürich és így tovább. Ezek úgynevezett hubok a repülők esetében, a repülőterek esetében, és lényegében ezek a nagy-nagy csomópontok, ezek a kapcsolók tartják össze az egész rendszert. És tulajdonképpen ez az, amit a hatványfüggvény mond nekünk. A hatványfüggvény eloszlás azt mondja, hogy egy ilyen rendszerben rengeteg csomópont van, aminek nagyon kevés számú húzala van, de van egy néhány csomópont, akinek hihetetlenül nagy számú húzala lehet, és ezek a nagy, masszív csomópontok a repülőtép térképen. Na most ezeket a hálókat manapság skála független hálónak nevezzük, és a név valahol onnan jön, hogy egy véletlen hálóban ki lehet választani az átlag csomópontot, és azt mondjuk, hogy legtöbb csomópont így néz ki, mert nagyon közel állnak hozzá. Nincsen nagy különbség a csomópontok között egy véletlen hálóban, viszont egy skála független hálóban olyan óriási különbség vannak a csomópontok között, ami a húzalok számát illeti, hogy az átlag semmiképpen nem jellemző. Azok, akik esetleg a matematikát mélyebben szeretnék látni, egy ilyen skálafüggetlen hálóban a második nyomatéka az eloszlásnak végtelen. Aminek a lényege az, hogy egy tipikus weboldal, egy véletlenszerű kiválasztott weboldalnak a húzalainak a száma az 7 plusz-minusz végtelen. Tehát nincsen semmi értelme, arról beszélünk, hogy 7, mert akármilyen értéket kaphatunk, hogyha véletlenszerűen kiválasztunk egy csomópontot. Na most, és ez lényegében a skála függetlenségnek a jelentése. Na most a kérdés az számunkra az, hogy valójában csak a világhálón található ilyen jelenség, vagy más rendszerekben is megjelenik. És hát itt egy példa, ezt már korábban mutattam, ez nem más, mint az internet. Na most tudom, hogy sokak agyában az internet és a világháló körülbelül ugyanabban a kategóriában tartozik, de valójában nagyon különböző rendszerekről van szó. A világháló az egy információs háló. Az internet az egy fizikai hálózat, az olyan, mint az elektromos hálózat, ahol valódi kábelek kötik össze a számítógépeket. Még lényegében semmibe se kerül nekem innet egy kínai oldalhoz kapcsolódni a világhálón, hogyha egy interneten szeretnék egy húzalt húzni innet Kínában, az egy nagyon költséges befektetés volna. Tehát ez valóban egy infrastruktúrális háló, viszont amint látjuk, körülbelül ugyanaz a szerveződési erő jelenik meg, mint a világhálón, ugyanis van egy rengeteg perifériális csomópont, amelynek csak egy néhány húzala van, és van néhány központi csomópont, amely az egész rendszert összekötő, a hubok megjelennek ebben a rendszerben is. Na most, kérdés az, hogy még milyen más rendszerekben látunk ilyen viselkedés, és van itt egy nagyon jópofa példa, úgynevezett Kevin Bacon játékon keresztül. Na most, bizonyára van, aki ismeri a Kevin Bacon játékot, nem feltétlenül mindenki, úgyhogy azért megismétlem. A játéknak a lényege az,
hogy próbáljunk bármely színét Kevin Baconhez kötni. Tehát az azt jelenti, hogyan lehet hozzakötni valakit Kevin Baconhez, azt mondjuk, hogy ha együtt játszott vele egy filmben, akkor nyilvánvalóan valószínű ismerik egymást, és akkor egy kézfogásra vannak egymástól. Viszont nem minden színész játszott Kevin Baconnel együtt egy filmben, tehát akkor feltehető a kérdés, hogy például Tom Cruise csak egy kézfogásra van, tehát neki a Bacon száma az egy. Austin Powersnek kettő, mert ugyan nem játszott a Kevin Baconnel együtt egy filmben, de játszott a Robert Wagnerrel, aki viszont játszott a Kevin Baconnel. És érdekes módon ebben a játékban lehet akár olyan történelmi személyiségeket, mint Charlie Chaplin és Marley Monroe-t is kiválasztani, és egy nagyon rövid úton keresztül hozzakötni a Kevin Baconhez. Na most ez érdekes módon ez a játék, ez valamikor a 90-es években jelent meg, ennek volt egy elődje, és pedig az úgynevezett erdőszám. Matematikán belül egyes annak az erdőszáma, aki erdőssel írt egy cikket. Kettős az, aki valakivel írt cikket, aki viszont erdőssel írt egy cikket, és három, és így tovább. És ennek az alapja az, hogy erdős volt talán a matematikában az egyik legprolifikusabb matematikus, több mint 500 cikket írt az élete során, rengeteg társszerzővel, ami megint szokatlan a matematikán belül, és valamilyen módon egy ilyen büszkeségnek számít, hogy valaki minél közelebb legyen az erdőshöz. Tehát lehet valakinek erdős száma, és lehet Bacon száma, vagy lehet mind a kettője. Én szomorúan jelentem, hogy nekem a Bacon számom sokkal rövidebb, mint az erdős számom. Ugyanis az erdős számom talán 4-es, viszont a Bacon számom az 1. Ugyanis valóban volt egy dokumentumfilm, amiben Kevin Bacon és én együtt játszottunk, meg lehet nézni az IMDb-ben. Az első színész Kevin Bacon játsza önmagát, második Barabási Albert látszó játsza önmagát. Tehát ilyen szempontból szeretném, ha fordítva lenne, de ezt már nem lehet megváltoztatni. Illetve pontosabban meg lehet változtatni, hogy lehet csökkenteni az erdőszámomat, de azt hiszem, hogy van ennek egy határa, gondolom mindenki érti, hogy mennyire lehet lecsökkenteni. Tehát akkor a lényeg az, hogy miért tudjuk ezt a játékot játszani. Azért lehet ezt a játékot játszani, mert lényegében a Hollywood mögött van egy nagyon bonyolult háló, amely a színészeket összeköti a közös projekteken keresztül, a közös filmeken keresztül. Ha ezt a hálót fölépítjük, aminek az adatai elérhetők az úgynevezett IMDb oldalon keresztül, akkor megint két színész össze van kapcsolva, hogyha játszottak együtt egy filmben, igaz, egy Tom Cruise és Nicole Kidman a múltban nagyon sokat játszottak együtt, ma már nem annyira. És ha ezt felépítjük, akkor kiderül, hogy megint ezt a hatványfüggvény eloszlást találjuk a húzalok számára, ami azt jelenti, hogy legtöbb színésznek csak egy néhány húzala van, vagy csak egy néhány más színésszel játszott itt a karrierje során. És van egy néhány, és ezek a színészek, akinek a nevét nem igazán ismerjük, mert többnyire kimegyünk a moziból, mire azt nevük megjelenik, ugye lassan a vásznon, és akkor vannak ezek a hubok igazi, akiknek a nevét többnyire mindenki ismeri, akiknek rengeteg kapcsolatuk van, mert nagyon sok filmben játszottak rengeteg más színésszel együtt. Na most a közös tulajdonsága ezeknek a példáknak, amit eddig adtam, az, hogy ezek mind ember által létrehozott háló. A világháló, az internet, a repülőjáratok, Hollywood. Ami végében feldobja a kérdés, hogy valószínű ennek alapján, hogy ezek a nagy hábok az valamilyen módon az emberi tevékenységnek a következménye, tehát mi valamit csinálunk, aminek következtében ezek megjelennek? És az egyik módja, hogy ezt a kérdést teszteljük, az, hogy találjunk egy olyan hálót, amit nem mi építettünk. És hát van ilyen háló, és pedig a sejtünkön belül található hálók. Az úgynevezett anyagcsereháló, ami bal oldal található, ahol a csomópontok kémiai molekulák és a húzalok a reakciók, amelyben ezek részt vesznek egymással. Jobb oldalon található úgynevezett fehérjeháló, amelynek a csomópontjai fehérjék, és két fehérje összekapcsolódik, ha ők valóban fizikailag egymásra szoktak ragadni a sejten belül, és együtt csinálnak valamit, valamilyen tevékenységben részt vesznek. Ezek nagyon is fölmérhető hálók, és különösen a fehérjehálón nagyon jól látszik a skálafüggetlen tulajdonság, mert mind a kettő valójában skálafüggetlen. Itt van egy néhány, itt van egy hub, itt van egy hub, itt van egy nagyon nagy csomópont, és rengeteg kis perifériális csomópont. És valóban az elmúlt évek mérései megmutatták, hogy lényegében a sejten belül hálók is mind skálafüggetlenek, amik azt jelenti, hogy mindnyájan több milliárd mini skálafüggetlen hálót hordozunk a sejtjeinkben nap mint nap, és nagyon fontos szerepet játszanak lényegében az életben.
Na most, ami az érdekes, persze az, hogy ezt a hálót nem csak, hogy nem mi csináltuk, hanem ennek egy 4 milliárd éves története van igaz, és a 4 milliárd év alatt az élet ugyanazt az architektúrát hozta létre, mint a világháló az elmúlt 20 év alatt. Tehát önmagában nagyon izgalmas kérdés, hogy miért van ez. Mielőtt rátérnénk arra, hogy miért jöhetnek létre ezek a skálafüggetlen hálók különböző rendszerekben, térjek rá egy másik tulajdonságára a hálóknak, ami épp annyira érdekes, épp annyira izgalmas és épp annyira általános, és pedig az úgynevezett kisvilág tulajdonság. Kisvilág tulajdonság az az, hogy bár nem mindenki ismer mindenkit, de mindenki között van egy elég rövid út. Ez mit jelent? Sarah nem ismeri talán Pétert, de Sarah ismeri Ralphet, Ralph ismeri Jane-t és Jane ismeri Pétert, tehát ilyen azt mondjuk, hogy a Sarah és a Péter lényegében három kézfogásra vannak egymástól. Na most 1929-ben Karinthy Frigyes volt az, aki ezt a jelenséget legelőször leírta egy nagyon kedves kis novellában, amelyben azt írta, hogy tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója körül. 1929-ről beszélünk, még elég sok volt a hely a Földön. És ő fogadást ajánl, hogy legfeljebb 5 más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel csupa közvetlen ismeretségi alapon. Vagyis egy 19. századi nyelvezetén ez azt jelenti, hogy bármely két egyén között van egy nagyon rövid út. És ezt a tudományos életben 1967-ben robbant be, amikor is a Stanley Milgram, egy harvardi professzor fölmérte ezeket a távolságokat, és azt találta, hogy két véletlenszerűen választott amerikai között általában 6 készfogás van, ami lényegében pontosan az a szám, amit az a Karinthy lényegében intuitíve megjósolt. És lényegében, ami az érdekes az egészben az, hogy ez nem csak a társadalmi hálóknak a tulajdonsága, hanem bármely hálóban megjelenik, tehát a molekuláris hálókban, a sejtjeinken belül minden két kémiai anyag között általában egy 2-3-as út van, az interneten, bármely hálót nézünk, valójában elég rövid utak vannak a két csomópont között. De most a kérdés az, hogy kicsi mihez képest, igaz? Hát 6 az kicsi vagy nagy, sok. Az igazság az, hogy ez, amikor azt mondjuk, hogy kisvilágok, arról beszélünk, hogy a távolság két csomópont között nagyon rövid a csomópontok számához képest. Tehát, hogy 7 milliárd ember között van egy 6 kézfogás távolság. Igazából ez a 6, ez nem a valódi szám. Én úgy képzelek, ez körülbelül a valódi szám az 3 és 4 közül mozog. A Stanley Milgram azért mért 6-ot, mert neki nem volt a teljes térkép a kezében, hanem ő kapott 6 hosszúságú utakot az egyének között, de valószínűleg voltak sokkal rövidebb utak. És például egy tavalyi Facebook mérés azt mutatja, hogy a Facebook felhasználó között az átlagos távolság 4. És ez valószínűleg körülbelül ez sokkal közelebb a valódi számhoz, mind a 6. Lényeg az, hogy nagyon kis távolságok vannak a csomópontok között. Na most térjünk vissza arra a kérdésre, amit korábban is feszegettem, és pedig az, hogy miért jelennek meg ezek a nagy csomópontok a valódi hálóban. Tehát miért vannak ezek a hubok a valódi rendszerben, és miért nem jelennek meg ezek az Erdősnek és a Rényinek a modelljében. Tehát miért hiányoznak abból a modellből. És hogy ezt megértsük, vissza kell térjünk valóban a véletlen hálókhoz, és el kell gondolkoznunk, hogy mi az, ami hiányzik belőlük. Tehát mi az, ami nincs a véletlen hálóban benne, de benne van a valódi hálókban. És kiderül, hogy 2 hipotézis van a véletlen hálók elmélete mögött. Az egyik nagyon fontos hipotézis az az, hogy az én szerepem, mint hálóépítő az, hogy összekössem a csomópontokat húzalokkal, de miközben én a húzalokat beteszem a hálóban, a csomópontoknak a száma nem változik. Valójában a hálókat, amiket manapság látunk, ezek valamilyen növekedési folyamatnak az eredményei. Tehát nincsen olyan háló, amelyik megjelent hirtelen egy milliárd oldallal. Valójában minden háló csak egy néhány csomóponttal indult, és újabb csomópontok jöttek, hozzákapcsolódtak a létezőkhöz és növekedett. Tehát a növekedési nagyon fontos szerepe minden egyes hálónak, és ha valóban akarjuk modellezni ezeket a hálókat, akkor ezt a növekedést be kell építsük a modellünkben. Tehát induljunk egy kis magból, és újabb csomópontokat adjunk a maghoz. Tehát például itt jön egy újabb csomópont. Na most, mikor egy újabb csomópontot beteszünk a rendszerben, akkor el kell döntsük, hogy hogyan dönti el a csomópont, hogy kihez fog kapcsolódni. Erdős és a Rényi azt mondja nekünk, hogy ezt válasszuk teljesen véletlenszerűen, bárkihez kapcsolódhat. Viszont ha megnézzük
valódi rendszereket, akkor azt látjuk, hogy ez a kapcsolódás nem véletlen. Újabb csomópontok szívesebben kapcsolódnak nagyobb csomópontokhoz, mint kisebbekhez. És a világhálón ezt nagyon is lehet érezni, hogyha több mint egy milliárd oldal van kint, hányat ismerünk személyesen? Egy néhány százat maximum. Mely oldalakat ismerjük? Mindenki ismeri a Google-t, a Facebook-ot, az Indexet és így tovább, és legtöbben nem ismerik az én személyes oldalamat. Tehát lényegében minél nagyobb egy oldal, annál nagyobb valószínűséggel fogjuk meglátogatni, annál nagyobb valószínűséggel ismerjük, és ezt nevezzük egy ilyen természetes kiválasztódásnak, vagy preferential attachment angolul, ami azt mondja, hogy annak a valószínűsége, hogy egy oldalt meg fogok látogatni, és hogy hozzá kapcsolódok, az lényegében arányos a húzalajnak a számához. Minél jobban látható, annál nagyobb valószínűséggel fogom azt meglátogatni és hozzá kapcsolódni. Na most nézzük meg, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a két törvényszerűség alapján, a növekedés és ez a kiválasztott kapcsolódás alapján növelek egy hálót. Tehát indulunk egy kis magból és adunk újabb csomópontokat hozzá, és amint látjuk azt, hogy szemünk előtt megjelennek ezek a nagy habok, és a mechanizmus most már érthető. Ha a hálóban van egy nagy és egy kis csomópont, az újabb csomópontok nagyobb valószínűséggel kapcsolódnak a nagyhoz, aminek következtében a nagy gyorsabban nő, mint a kisebbik. És ezáltal nem csak, hogy megtartja az előnyét, hanem egyre nagyobbá válik. Tehát ez a gazdagabbá vál mechanizmus az oka annak, hogy ezek a nagy-nagy csomópontok megjelennek a valódi hálókon belül. És hogyha ezt a hálót növeljük most több ezer pontra, akkor azt fogjuk találni, hogy az eloszlás függvénye az igazából hatványfüggvény követ. Tehát amit megtanultunk az elmúlt mondjuk 10 évben, az az, hogy valójában minden hálóban, azok a nagy hábok megjelennek, van egy ilyen növekedési folyamat, vagy volt, lehet, hogy ez 2 milliárd évig tartott, lehet, hogy ez 20 évig, és van ez a kiválasztódás az, hogy a csomópontok nem véletlenszerűen kapcsolódnak teljesen, hanem van egy preferenciájuk a nagyobb csomópontok felé. És hogyha ez a két folyamat jelen van, akkor nagy valószínűséggel a háló skála függetlenné válik, és lényegében nagyon minimális a következmény a skála függetlenség megjelenése felé. Tehát az, hogy a háló kell növekedjen, hát az lényegében minden háló, amit látunk, az egy növekedésnek a következménye. Kicsit kényesebb az, hogy miért van ez a természetes kiválasztódás a valódi rendszerekben, de ott van mérhető, látjuk, hogy van, néha értjük is. Na most a következő kérdés az, hogy na és? Tehát egyáltalán számítanak ezek a nagy csomópontok, ott vannak? Tehát nyilvánvalóan ott vannak, most már látjuk statisztikailag is, és így tovább, de mik a következményei? És hogy a következőben egy következményről szeretnék beszélni, nagyon sok van. Ez a következmény az a robusztussággal kapcsolatos, ugyanis a kérdés, amit fel szeretnék tenni, az, hogy hogyan lehet az, hogy különböző komplex rendszerek egész jól tudnak működni akkor is, mikor jó néhány, egy nagy valószínűséggel a csomópontok nem működnek. Tehát például az interneten bármely pillanatban több száz router nem működik. Lehet, hogy egy nap múlva fogják megjavítani, lehet, hogy 10 perc múlva, de bármely pillanatban, ha végez az ember egy mérést, akkor fogunk kapni rengeteg routert, amelyik nem működőképes. Viszont az internet önmagával képes működni, annélkül ezek a routerek működnének. Ugyanígy, amint ez eladást tartom, bizonyára több millió hiba van a sejtjeimben belül, és hál' Istennek nem veszem észre. Tehát a kérdés az, hogy tényleg a háló maga hozzájárulhat-e ez a robusztusság kialakulásában, és ez a robusztusság nem minden rendszernek a tulajdonsága. Lényegében a számítógépben bármely alkatrész elromlik, lényegében ki lehet dobni manapság a számítógépet, mert a javítani nem is lehet. Tehát az általában legtöbb ember által tervezett eszköz nem robusztus a hibákkal szemben, viszont a természeti rendszerek igenis nagyon robusztusak. Hogyan értjük meg ezt hálózat szempontjából? Hát induljunk el egy kis hálóból, és tegyük fel a kérdést, mi történik akkor, hogyha egy néhány csomópontot kilövünk a rendszerből? Például ez történhet. Szétszakadhat a rendszer darabokra. És a fizikán belül egy egész hosszú folyamatnak az elméjeként kialakult az ilyen perkolációs elmélet, amely lényegében megadja a választ, hogy hogyan omlik meg egy háló. És a kép az a következő, ami kialakult ebből. Ha egy néhány csomópontot lövünk ki véletlenszerűen, nem számít igaz. Azon néhány csomópont nélkül a rendszer meg tud lenni, a többiek még tudnak egymással kommunikálni. Viszont minden hálónak van egy belső kritikus pontja. Ez a kritikus pont azt jelenti, hogy ha egyre több csomópontot kezdünk kilőni, és kezdünk ez a kritikus pont felé tartani, akkor a háló egy adott percen szét fog esni darabokra. Tehát nem kell az összes csomópontot kilőni a rendszerbe ahhoz, hogy tönkretegyük a hálót, hanem elég egy véges frakciát a csomópontoknak kilőni, mert akkor a háló szétesik egyébként is. A többi csomópont működőképes, de már nem tud senkivel kommunikálni, mert szét lesz szakadva a háló kis darabokra. Na most a kérdés az, hogy ez a kép nagyon is jó ki van dolgozva véletlen hálókra, mint az erdős és a rényi féle háló, valamint
teljesen reguláris hálóra, mint egy nézetrács, egy kockás füzet, igazán. De a kérdés az, hogy mi történik a skála független hálókban. Na nézd meg, mi történhet. Ez az a háló, amit építettünk korábban, és én most véletlenszerűen lövök ki csomópontokat. És ha figyeljük ezt a jelenséget, azt látjuk, hogy azáltal, hogy lövöm ki véletlenszerűen a csomópontokat, a háló szűkül, de nem akar szétesni. És ennek az oka az, hogy lényegében rengeteg kis csomópont van, és néhány nagy. Na most, hogyha én valóban véletlenszerűen lövöm ki a csomópontokat a rendszerből, akkor többnyire a kis csomópontokat fogom kiválasztani, mert abból rengeteg van. Annak az esélye, hogy én kilőjek egyből egy nagy csomópontokat, nagyon kicsi, igazán, mert nagyon kevés van belőlük. Ezáltal én lényegében szűkítem a hálómat, de nem töröm szét. Na most ez nem csak kvalitatíve igaz, mint ahogy itt ezen a képen láttuk, ilyen mozi szinten, hanem ez most már belett bizonyítva, hogy egy skála független hálónak a kritikus pontja az egyenlő egyel. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy ki lehet lőni 95%-át a csomópontoknak, a megmaradt 5% még mindig egymással kapcsolatban van és kommunikálnak egymással. Tehát van egy ilyen hihetetlen erős robusztusság beleépítve a háló struktúrájában, ami lényegében azt jelenti, hogy véletlen hibák nem tudják széttörni a hálót darabokra. Viszont mindennek van egy ára. Ennek az az ára, hogy mi lesz, hogyha nem véletlenszerűen lőjük ki a csomópontokat, hanem elindulunk a legnagyobbtól, utána kilőjük a következő legnagyobbat, vagyis megtámadjuk a hálókat. Ha ismerjük a struktúrát, nagyon könnyű megtámadni egy ilyen hálót, és hát nem meglepő az, hogy egy néhány csomópont kilövése után a háló szétesik kis darabokra. Nézzük meg a két képet, ugyanarra a hálóból indultunk, bal oldalt kilőttem 25 csomópontot, és a háló még egybe van, jobb oldalt kilőttünk 9-et, és már szét van esve darabokra. Ezt nevezzük a skála független hálók Achilles sarkának. Hihetetlenül robusztusak a véletlen hibákkal szemben. Nagyon-nagyon érzékenyek a támadással szemben. Ha tudjuk, hogy mit kell megtámadni, akkor nagyon könnyen szétverhetők. Tehát ez az egyik példája annak, hogy mennyire fontosak ezek a nagy csomópontok. Ez a robusztusság kimondottan a csomópontok, nagy csomópontok miatt jelenik meg, valamint a sebezhetőség is, ez a kettős tulajdonság. Na most egy utolsó jelenség, amiről szeretnék beszélni, mielőtt átérek egy ilyen más kérdéscsoportra, ami szintén kapcsolatos, az a közösségnek a megjelenése a hálóban. Most, ha egy tipikus nagy hálónak a képét nézzük, az valami ilyesmit látunk. Hát ezt néha úgy is szokták mondani, hogy ez egy borzas fejnek felel meg, de lényegében annyira bonyolultan vannak összekapcsolva a csomópontok, hogy nem lehet lényegében semmi belső struktúrát látni benne. Ez, amit itt látunk, ez igazából a mobiltelefon háló egy néhány ezer egyén között, vagyis hogy ki kit hív mobiltelefonon keresztül, és ez egy icipici minta, egy több milliós mintából, amit rendszeresen tanulmányozunk, hogy megértsük a hálózatokat. És látható, hogy ezen a kis mintán belül is lényegében reménytelen bármit is látni, olyan sok húza van az a csomópontok között. Na most a kérdés az, hogy akkor mit tudunk csinálni? Hogyan tudjuk megérteni a hálóknak a lokális struktúráját, hogyha ilyen bonyolult képeket látunk, amin lehetetlen bármit is látni? Az egyik módszer az, hogy felismerjük, ezek a hálók nem homogének, hanem igenis a hálókon belül megjelennek úgynevezett közösségek. Közösségek azok olyan csomópontoknak az egyessége, amelyekben sokkal több húzal van a csomópontok között, mint olyan csomópontok felé, amelyek kívül vannak a közösségen kívül. Tehát például baráti körök, ahol mindenki mindenkit ismer, de sokkal kevesebb húzal megy kifelé, mint a rendszeren belül. És ezek a közösségek egy általában megjelennek minden hálóban. Tehát nem csak a társadalmi hálónak a tulajdonsága, megjelennek a biológiai hálóban, megjelennek a világhálóban. Például a világhálóban olyan oldalakról van szó, amelyek hasonló tartalomban jelentkeznek, és ezáltal egymáshoz kapcsolódnak. De az elmúlt években rengeteg eszköz született arra, hogy megtaláljuk ezeket a közösségeket, és ezek az eszközök úgy működnek, hogy lényegében egy ilyen szoftvert, egy ilyen programcsomagot végigfutatunk ezen a hálón, és azt fogja mondani, hogy bármely csomópont környékében ilyen közösségek találhatók, ahol a csomópontok színei a különböző közösségeknek felelnek meg. Tehát ez az eszköz azt mondja, hogy ezen a háló, azon a csomópontok környékében, ahol néztük, itt van vagy 5 különböző közösség, mindegyik más színnel jellemezve. Na most, ez teljesen egy strukturális közösség, csak a hálónak a húzalait nézzük, és abból látjuk, hogy hol jelent meg a közösség. Tehát felfedezzük, hogy hol vannak a baráti körök, hol vannak a hasonló érdeklődési oldalak, és így tovább. A kérdés az, hogy ezek valójában jelentenek-e valamit? Tehát a közösségeket, amiket kiválasztottunk, ez csak egy matematikai struktúra, vagy valóban van ennek értelme? Na most, hogy itt meg tudjuk nézni, hogy ez így van-e, és például ezt úgy nézzük meg, hogy
Most itt két példáját adtam ugye ennek a közösségnek, a bal oldalt és jobb oldalt. Ugye ez a közösség van kirajzolva, de még egy extra információt rátettem. Ugyanis ez a mobiltelefon hívásoknak a hálója, és azt néztem, hogy ki kit hív délben, illetve éjszaka. És a húzalok színezve vannak, hogyha nagyon sokat beszéltek délben egymással, akkor piros lett a húzal, ha kevesebbet, akkor sárga, és ha egyáltalán nem beszéltek egymással délben, akkor nincsen húzal közöttük. Ugyanígy éjszaka. És ha megnézzük ezt a két képet, az éjszakai és a déli képet, akkor azt látjuk, hogy itt van jobb oldalt egy közösség, amely hihetetlenül sokat telefonál éjszaka, de alszik nappal. És van mellette egy másik közösség, amelyik pont fordítva van. Rengeteget beszél egymással délben, illetve éjszaka alszik. Tehát látható az, hogy ezeket a teljesen a struktúra alapján megtalált közösségekben levő egyének hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Körülbelül ugyanabban az időben hívják egymást. Körülbelül ugyanabban az időben alusznak. És hát gondolom senki számára sem meglepő, hogy mikor megnéztük ezeknek a korát, mert tudjuk a felhasználóknak a korát, akkor kiderült, hogy hol vannak a fiatalok, hol vannak az idősek, a szülők? Jó, azt gondolom nem kell, hol van elmondani nyilvánvaló. Egyébként erről van szó, szülők csoportja, tinédzserek csoportja, és hogyan hívják egymást, teljesen más a viselkedési normájuk. Na most a kérdés az, hogy hol lehet mindezt használni. És az elmúlt, mondjuk egy tudománynak mindig megvan a belső ritmusa, hogy először az elméleti kérdéseket feszegetjük. A hálózat elmélet az egyik, melynek a gyakorlati alkalmazása nagyon hamar megjelent, és az elmúlt 4-5 évben azért néhány masszív cég jelent meg, amelyik nagyon aktívan alkalmazza őket. Ilyen például a Facebook. A Facebook teljesen újra csinálta a baráti osló rendszerét, miután felvett vagy 3 embert, akik házatelméletbe kaptak PhD-t, és drasztikusan megnövekedett az effektivitása a rendszerüknek. Tehát itten komoly alkalmazások vannak. Én most egy konkrét példáról fogok beszélni, ami magyar példa is, és például az az, hogy hogyan világítunk át egy közösséget. És ebben az esetben a közösség az egy cég. Na most, amit itt látunk, ez nem más, mint egy cégnek a dolgozói. Az összes dolgozója ott van kis emberként megjelenve, egy magyarországi cég, amelynek van egy telephelye Budapesten és 2 vidéken, és a színek a különböző telephelyeknek felelnek meg. Na most, erről a cégről azért tudunk, mert ennek a cégnek komoly belső kommunikációs problémái voltak. Ami azt jelenti, hogy a menedzsment rájött arra, a vezetők, hogy bármilyen döntést hoztak, nem, hogy az a döntés lényegében nem jutott el a dolgozókhoz, hanem néha az ellenkező hír terjengett a dolgozók között. Tehát a kérdés az volt, hogy hol itt a probléma? Mi az, amit ők rosszul csinálnak, hogy nem tudják lényegében a döntéseiket lebontani arra a szintre, hogy a dolgozók is értsék, hogy hova akarnak a következő napokban lépni. És akkor megkérték a Maven 7-es céget, amit egyébként a Vicsek Tamás az Eltéről hozott létre, és a Maven 7-es cég lényegében elindult ebből a listából, kidolgozik ottan, és ez helytestette egy térképpel. Ez hogyan tette? Lényegében egy ilyen online felülettel megkérdett mindenkit, hogy ki az a 3-4 ember, akikhez szoktak fordulni információért, ami a cég ügyeket illeti. Tehát kitől kérdezik meg azt, hogy lesz-e átszervezés, mi a következő lépés, így tovább. Megkérdezik, hogy kitől kapják a feladatokat, illetve kinek delegálják a feladatokat, kinek adják a feladatokat. Tehát lényegében egy csomó kérdést vetettek, ami arra utal, hogy hol terjed az információ a cégen belül, illetve mi a hatalmi rendszer a cégen belül, kikérek felelnek. És ez a térkép helyettesítődött lényegében egy ilyen térképpel, ami most már egy háló. És a hálón belül megjelenik egy néhány nagy csomópont. Na most ezek a nagy csomópontok nem azért nagyok, mert ők azt mondták magukról, hogy én nagyon-nagyon fontos vagyok a cégen belül, hanem azért, mert sokan mások rájuk mutattak, hogy ők az információnak a forrásai. Na most azt remélnénk, hogy ezek a nagy csomópontok azok, akik nagy csomópontoknak kellene lenniük, vagyis a vezetők. Igaz? Hát akkor tegyük fel, hogy hol vannak a vezetők. A piros körök azok az igazgató tanács, és nincsen egyetlen nagy piros kör sem. Akkor a világos kék körök azok a felső menedzsment, és nincs egyetlen világos nagy kör sem. Amit látunk az, hogy a legnagyobb csomópont az a hierarchia aljáról kerül ki, amit lényegében munkatársnak hívnak,
ami lényegében egy dolgozó igazi a cégen belül, és az a központi csomópont az annyira fontos, hogy függetlenül az, hogy melyik részét nézzük a vállalattól, legtöbb egyén körülbelül kéz-két fogásra van tőle. Tehát ő lényegében az információnak a forrása a cégen belül. Na most, ki az az egyén? Hát nyilvánvalóan ezt tudjuk, hogy kicsoda az illető, ebben az esetben az az egyén, aki a felelős a munkabiztonságért és az egészségért a cégen belül. Ő az egyedüli ember, akinek a feladata az, hogy csoportról csoportra járjon és meggyőződjön, minden ilyenszerű feladat az be van tartva, minden szabályzat be van tartva. Neki mindenkivel van kapcsolatban a cégen belül, kivéve a vezetéssel. Ő akár a személyiségén tekintve, akár a beosztásától tekintve lényegében egy pletyka központként működik, horizontálisan szedi fel az információt és adja tovább. Na most a kérdés az, hogy mi a következő lépés? Mit csinál ilyenkor a menedzsment? Ki kell rúgni ezt az illetőt? Ez igazából nem ilyen egyszerű, ugyanis ő egy nagyon értékes szerepet tölt be, ugyanis tényleg ő terjeszt információt a cégen belül, az egyszerű válasz az, hogy néha meg kell mondani neki, hogy miről van szó. Neki és két-három másik egyénnek, hogyha azokkal néha elkávéznak és elmondják, hogy mi a következő lépés a cégen belül, és hova tart a cég, akkor rövidesen az egész cég fogja tudni. Tehát látható erről, hogy igenis hogyan lehet ezeket a házatelméleti képeket analizálni és megérteni, hogy mi történik egy cégen belül. És például a Manhattan-es cég, ez már több száz, kb. 300 különböző céget felmértek ilyen szinten, és mindig más problémák vannak, de nagyon izgalmasok önmagukban. Na most az utolsó kérdéscsoport, amivel szeretnék beszélni, az egy önmagában nagyon kényes, de nagyon érdekes kérdés, és pedig az úgynevezett kontrollálhatóságai hálónak. Most mit értünk a kontrollálhatóságon? Az azt értjük, hogy indulunk egy autóval, például az nagyon jó példa. Egy tipikus autónak körülbelül 6000 alkatrésze van. Viszont az, aki itt vezetett autót, tudja azt, hogy ő mikor vezet egy autót, akkor nem gondolkozik 6000 alkatrészben. Igaz? Mi nem 6000 alkatrészet vezetünk, hanem a kormányt forgatjuk, a gázpedált nyomjuk, a féket nyomjuk, és a kuplungot legfeljebb Európán belül. És ezen a 3 vagy 4 ponton keresztül lényegében az mind a 6000 alkatrészt kontrolláljuk. Ez a 6000 alkatrész követi ennek a 4 alkatrésznek a mozgását. Tehát, és ez nagyon is jó, javaslom, hogy senki se vegyen autót, amelyben nem így van ez, ugyanis minden autó úgy van tervezve, hogy lényegében ez a 4 ponton keresztül kontrollálhatóvá váljon. Na most ezáltal a kontrollálhatóság azt jelenti, hogy ha azokon a pontokon keresztül kontrollálom, tehát változtatom azoknak az állapotát, akkor az autó, vagy az az eszköz, amit én kontrollálok, eljut bárhonnan, bárhova. Tehát el lehet juttatni bárhonnan, bárhova, és ez egy nagyon kifejlesztett terület lényegében a mérnöki tudományon belül, ugyanis valójában egy rendszer tervezésénél meg kell győződni arról, hogy valóban a rendszer kontrollálható azokból a pontokból, amit szeretnénk kontrollálni, és nincsen egyetlen darabja az eszköznek, amelyik a maga életét éli függetlenül a vezérlőpontoktól. Na most, mi lesz, ha megfordítjuk a kérdést? A fordított kérdés az volna, hogy tegyük fel, én hozok egy autótérképet, tehát egy autónak a belső húzalrendszerét, a mechanikai, meg az elektronikus húzalrendszerét, és a kérdés az volna, hogy találjuk meg azt a 3 vagy 4 pontot erről a térképen, ahonnan az egész rendszert lehet kontrollálni. Na most, aki valamit ért az autóhoz, ez egy triviális probléma lesz számára, egy-kettőre megtaláljuk, és úgy tűnik, hogy ez tiszta fölösleges ezen a kérdésen, ezt a kérdést feszengetni, de valójában nem. Ugyanis legtöbb komplex rendszerben a kutatás arról áll, hogy meg szeretnénk érteni azt, hogy hogyan lehet azt a rendszert kontrollálni. Például a biológusok azt próbálják megérteni, hogyan lehet egy baktériumot vagy egy emberi sejtet kontrollálni, hogyan lehet meggyógyítani, mely génekhez kell benyúlni ahhoz, hogy megváltozzuk az állapotát, hogyan lehet megölni bizonyos sejteket, annélkül, hogy megöljük az egész organizmust, tehát hogy öljük meg a rákos sejtet, annélkül, hogy megölnénk az egyént, és így tovább. Tehát a legtöbb biológiai kérdés az lényegében egy kontroll kérdés, igaz? Hogyan tudjunk egy sejtet kontrollálni, abban az irányba vinni el, amire mi szeretnénk menni? Ugyanez a kérdés egy közösségen belül, hogyha valaki egy új vezető egy cégnél, számára a kérdés az, hogy nem, hogy kontrollálja a céget, de az, hogy hogyan fogja meggyőzni azt a közösséget, hogy kövessék az ő vízióját, hogy abban az irányba vigye a céget, amerre ő szeretne menni. Tehát lényegében ez az alapvető
feltétele a vezető képességnek az, hogy tudjuk igenis a rendszert elvinni egyik állapotból a másikba, tudjunk újítani a rendszeren belül. Ami történt az elmúlt néhány évben, az az, hogy megszülettek annak az eszközei, hogy ha megvan egy térképünk, akkor meg tudjuk találni ezeket a kontrollpontokat. Ezen mi is dolgoztunk, és a Vicsek Tamás is egy másfél évvel ezelőtt publikált egy nagyon fantasztikus cikket, amelynek a lényege az, hogy igenis, ha megvan a térkép, ha tudjuk, hogy ki kit kontrollál egyénileg, akkor abból meg lehet találni a kontrollpontokat. És most pontosan a Tamásnak a módszerét fogom mutatni, nem a miénket, ami a kettő lényegében ekvivalens, de erre a rendszerre az övé valamivel jobb. És pedig azt fogom csinálni, hogy erre a hálóra meg szeretném találni a kontrollpontokat. Meg szeretném találni azokat az egyéneket, amelyeket, hogyha meggyőzök az én véleményemről, akkor ők lényegében olyan pozícióban vannak a hálóban, hogy a hálónak a többi részét lényegében magukkal tudják sodorni. És ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy hol vannak, először azokat mutattam, akik nem kontrollpontok. És ezek azok, amelyek most itten villognak. És azért mutatom őket először, hogy lássuk, hogy legtöbb csomópontnak olyan pozíció van a hálóban, hogy nem jelenik meg kontrollpontként. Ami azt jelenti, hogy az ő véleménye már befolyásolva van valaki által, és tehát lényegében nem őket kell meggyőzni ahhoz, hogy a rendszer állapotát megváltoztassuk. Viszont a következőben megjelenik lényegében, most pirosra mutatom a kontrollpontokat, és lényegében ezek azok a csomópontok, amelyek kulcspozícióban vannak a hálón belül, ami azt jelenti, hogy lényegében rajtuk keresztül kell valamilyen módon a rendszert egy más állapotba vinni. Tehát ennek a lényege az, hogy igenis megszülettek az eszközök arra, hogy diagnosztikára lehet használni ezeket az eszközöket, akár biológiai hálókban, akár társadalmi hálókban, és megpróbáljuk megérteni azokat a pontokat, amelyeken keresztül lehet vezérelni ezeket a valódi rendszereket. Így lassan a vége felé tartok, egy néhány kérdést azért föl szeretnék még vetni. Az egyik az, hogy ténylegében mi az, hogy a hálózatelmélet, és mi az új itten. Tehát én úgy gondolom, hogy bár fizikusként tanultam, és mindig továbbra is fizikusként érzem magam, a terület, amin mozgok, az hálózatelmélet, és miért fontos ez, és hogyan illeszkedik be a különböző területekben. És hát ez egy kérdés, amivel nem csak én feszegetek, hanem sokan mások foglalkoztak vele. Az első talán az Egyesült Államok Akadémiája kiadott két különböző könyvet, tanulmányt, ami mind a kettő egy éves tanulmánynak az eredménye, amivel lényegében azt feszegették, mi itt az új, és hogyan kell ehhez hozzáállni. És valójában a kép, ami kialakult ebből, hogy a hálózatelmélet, az nem más, mint egy próbálkozás arra, hogy megértsük a különböző rendszerekben megjelenő hálózatokat egy egységes nyelven. És amiért ez lehetséges, és ez az izgalmas benne, az hogy bár nagyon különböző házatokról van szó, és egyébként nagyon különböző területek foglalkoznak ezekkel a házatokkal, akár számítógépes szakemberek, akár biológusok, akár szociológusok, a házatoknak vannak belső közös törvényszerűségeik, amelyek függetlenek lényegében a rendszertől. És ezeket igenis meg kell, hogy érteni, mert ezek valamilyen módon fölülírják a specifikus rendszeri tulajdonságokat, és ez a közös nyelv, ami megjelent a különböző házatokon keresztül, ez lényegében összeköt rengeteg különböző tudományágat. Tehát valóban a hálózatelmélet egy valódi interdisziplinális tudományág, ahol biológusok, fizikusok, matematikusok, közgazdászok, szociológusok dolgoznak együtt, és ez látható úgy a világon, mint Magyarországon. Látható az én életemen keresztül is, ahol nekem, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 tanszéken vagyok pillanatnyilag, fizikán, biológián, számítógéptudományi tanszéken, valamint a Harvardon, az orvostudományi tanszéken. És mi ebben a közös? Én javaslom, hogy senki se jöjjön hozzám a rák betegségével, vagy bármilyen betegségével, gyereket se fogok születni, viszont az orvosok számára igenis nagyon-nagyon fontos az, hogy meg kell értsük a sejtekben található hálóknak a szerepét a betegségek kialakulásában. És ehhez szükség van olyan emberekre, mint én, akik segíthetik az orvosokat arra, hogy összekapcsoljuk a hálózatgondolkodást a betegségek megjelenésével. Na most, mielőtt befejezném, azért van egy néhány dolog, amit szeretnék említeni. Van egy nagyon alapvető, fontos kérdés, amit nem válaszoltam meg az előadás alatt, és bizonyára mindenki gondolkodik ezen, és pedig lenne az, hogy miért pontosan Kevin Bacon? Igaz? Tehát miért játsszuk a Kevin Bacon játékot, és nem valami más színésszel? Na most először, mikor ezt a kérdést kezdtünk feszengetni, és azt hittem, hogy itt van nálam az a slide, akkor azt mondtuk, hogy hát akkor egyszerű, hát nézzük meg, hogy milyen messze van Kevin Bacon a többi színésztől a hollywoodi hálón belül.
és Kevin Baconnek már akkor 46 filmben játszott, több mint 1800 színésszel, az átlag távolsága a többi színészektől az 2,79. A legtöbb színész 2 vagy 3 távolságra található a Kevin Bacontől. De azt mondok, akkor állítsuk össze először azt a listát, hogy talán az számít, hogy ki játszott a legtöbb filmben, igaz? És akkor összeadottuk a 10 legtöbb filmben játszott egyének a listáját, és most sajnos nincs itt nekem a slide, és hát mi meg voltunk döbbenve, mert egyetlen színész sem ismertünk fel közöttük. De ezeknek olyan egyek voltak, több mint 500 filmekben játszottak, és akkor egyet felismertünk, kiderült, az a Bugs Bunny-nak volt a hangja, tehát aki a hangot adta mögötte. A többieknek utána kellett nézni, kiderült, hogy a másik 9 az mind pornósztár volt. Na most, akkor rájöttük, hogy ezzel módszeren finomítani kell, mert nem a filmeknek a száma számít. Úgyhogy akkor kezdtük nézni a távolságot, és akkor kiderült, hogy ami a központiságot illeti, akkor a legelső helyen ez a Rod Steiger nevű úriember volt, aki körülbelül 2,5 távolságra van a legtöbb színésztől, vagy összes színésztől Amerikában. A világon, bocsánat, a második Donald Pleasence, a harmadik Martin Sheen, és végül a 800. pozíción megtaláltuk Kevin Bacont. De most miért Kevin Bacon? Lényegében nagyjából mindegy, hogy kivel játszik ezt a játékot. Bármely színésszel lehet ezt játszani, aki egy néhány filmben játszott. Az, hogy Kevin Bacon lett a Hollywood központja, ez lényegében csak annak köszönhető, hogy három egyetemista éppen egy Kevin Bacon filmet nézett este későn, amikor ezt a játékot kitalálták. És akkor utána megjelentek egy ilyen TV-showban, ott elmondták a játékot, és akkor valahogy berögzült, hogy Kevin Bacon a Hollywood közepe, és ezáltal a világ közepe. Valójában bármely színész lehetne választani, mindenki nagyon kis távolságra van egymástól. Úgyhogy végül, amit szeretnék mondani, az, hogy lévén, hogy itten sok diák van, és esetleg pedagógus is, állítólag rövidesen fog indulni egy ösztöndíjrendszer pedagógus, gyakorló pedagógusok számára, ami házatelmélettel fog foglalkozni. Úgyhogy ez valahol az ELTE-n rövidesen meg lesz hirdetve. Itt van valaki, tud erről jobban? Hát nekem átütték, hogy ezt mutassam be. De ez, tehát lényegében egy ilyen hasonló program van az Egyesült Államokban, akiben már több tucat diák, tanár vett részt ebben, és ez most itt is indul a Future ICT-n keresztül. És hát lényegében rengeteg eszköz van, amelynek segítségével lehet többet tanulni a hálózatelméletről. És nem csak hogy lehet, de érdemes. Ugyanis én meg vagyok győződve ahhoz, hogy a modern életünknek annyira fontos része a hálózat, hogy ezt valamilyen módon, valamilyen szinten, akár mélyen mindegykutató, vagy legalább felszínesen irálátással meg kell, hogy tudjuk érteni ahhoz, hogy megértsük ezt a bonyolult, összekapcsolt világot, amelynek részei vagyunk. Köszönjük a figyelmeteket!